Köszöntöm a kedves hallgatókat, köszöntöm a stúdióban Fekete Tibort, közgazdász tanárt. A közgazdasági szakot fogjuk érinteni. A Fehérgyarmati Petőfinek 75 éves múltja van, ami egy nem kis dolog. Milyen múltja van a Petőfiben a közgazdasági képzésnek? És üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat. Az iskolánk közgazdasági képzése gyakorlatilag egyidős az intézménnyel, tehát valóban egy 75 éves múltra tekint vissza. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ebben az elmúlt sok-sok évtizedben számos olyan szakember került ki a Petőfi falai közül, akik a gazdasági élet meghatározó alakjai, sikeres vállalkozók, üzletemberek, elismert könyvelők, vagy éppen az államigazgatás, közigazgatás megbecsült dolgozói, de akadnak közöttük olyanok is, akik a pedagógus pályát választották, többek között jó magam is, és azon dolgozunk, hogy a, hogy a következő generációt kineveljük. Az elmúlt években is büszkélkedhetünk szép eredményekkel. Ha csak az elmúlt négy évet nézem, akkor azt mondhatjuk, hogy ebből háromszor a Petőfis diák nyerte meg a pénzügyi számviteli szakképzés legrangosabb megmérettetésének számító országos szakmai tanulmányi versenyt, és ezzel kiérdemeltük 2019-ben a pénzügyminisztérium által meghatározva a Magyarország legeredményesebb közgazdasági képzést folytató középfokú intézménye címet. Tehát én azt gondolom, hogy ezek az eredmények és ez a sok évtizedes múlt is igazolja azt, hogy a Petőfi egy országos hírű közgazdasági képzést folytató iskola, és talán nem túlzás azt állítani, hogy, hogy a régió és akár az egész ország egyik nagy nevű közgazdasági intézménye. Ugye az idei évtől az intézményetek technikumi rendszerben folytatódik, ez a közgazdasági képzést hogyan alakította át? Így van, tehát a most 2020. szeptemberétől azt mondhatjuk, hogy a magyar szakképzés történetének egyik legnagyobb volumenű átalakítása következett be, következik be ugyanis az eddigi képzési szerkezet, képzési struktúra teljesen megváltozott, egy technikumi rendszer került bevezetésre. Személyes véleményem és kollégáim véleménye is az, hogy erre nagy szükség volt, ugyanis egy kicsit a szakképzés vérkeringését felpesdítette ez az átalakítás. És nem csak a közgazdasági képzést, hanem az összes szakmai képzést átalakított, tehát gyakorlatilag itt arról van szó, hogy az egész rendszer átláthatóbb, strukturáltabb és nevezhetjük diákbarátabbnak, tehát diákbarátabb lett, ami már abban is megnyilvánul, hogy a továbbtanulás előtt álló nyolcadikosoknak nem kell feltétlenül szakmát választani, hanem elég kiválasztani azt az ágazatot, amelyben ők középiskolai tanulmányaikat szeretnék folytatni. Ha ez a gazdálkodás közgazdasági területre koncentrálódik a diák vonatkozásában, akkor a gazdálkodás és menedzsment ágazatot kell választania, ami most szeptembertől induló képzés közgazdasági képzéseknek az új elnevezése. Talán az sem véletlen, hogy ezt a nevet választották ennek az ágazatnak, ugyanis ha megnézzük a felsőoktatási továbbtanulási statisztikákat, akkor azt láthatjuk, hogy a gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak már évek óta a közgazdasági területen tovább tanulók által leginkább preferált szak, tehát sok-sok ezrán jelentkeznek ilyen irányba tovább tanulni. És megjegyzem, csak minden harmadik ember jut be. Na most, ha már valaki ezen az ágazaton kezdi meg a középiskolai tanulmányait, akkor nyilván sokkal nagyobb esélye van arra, hogy ezt szakirányon belül akár felsőoktatásban is folytathassa. Az egész rendszert az is diákbarátabbá tette, hogy itt 9. tizedik osztályban tulajdonképpen egy ágazati alapoktatás történik, ahol egy általános közgazdasági, szemléletet kapnak a, a, a diákok, és tizedik osztály végén ez egy alapvizsgával zárul. És ez az ágazati alapvizsga, ennek az ágazati alapvizsgának a sikeres teljesítése, ad jogosítványt arra, hogy szakmát választanak. Tehát tulajdonképpen tizedik osztály év végén az ágazati alapvizsgát követően kell szakmát választaniuk. A gazdálkodás és menedzsment ágazathoz kettő szakma tartozik, az egyik a pénzügyi számviteli ügyintéző, a másik pedig a vállalkozási ügyviteli ügyintéző. Na most a kilenc 10 osztályba folytatott alapozó tanulmányok során azért már a diák nagyjából látni fogja, hogy melyik az a terület, amely felé szeretne orientálódni, és ennek megfelelően fog majd voksolni az ágazati alapvizsgát követően. És ha kiválasztotta az általa tanulni kívánt szakmát, akkor utána 11, 12 és 13. osztályban ennek a választott szakmának a speciális szaktárgyait fogja a közismereti képzés mellett tanulni. Tehát ugyanúgy folyik az érettségére történő felkészítés, csak emellett ő speciális szakmai tárgyakat is tanul. És a következő lépcsője ennek a diákbarátabb oktatási rendszernek az az, hogy 12. osztály végén nem kell minden tantárgyból rögtön érettségi vizsgát tenni, csak magyarból, matematikából és történelemből fog vizsgázni a diák. Ez is egy úgynevezett előrehozott érettséginek titulálható. É, viszont, mivel csak ebből a három tárgyból vizsgázik, nem is fog még 12. év végén érettségi bizonyítványt kapni, hanem bent marad automatikusan az iskolába 13. évfolyamon, ahol már a, az órák nagy részében a szakmai, a technikusi vizsgára felkészítő tárgyakat fog tanulni. De ez sem teljes egészében, ugyanis lesznek, lesz órakeret arra, hogy közismereti órákra is bejárjon a diák, ha esetleg a 12. év végén letett érettségi javítani szeretne, vagy valamelyik közismereti tárgyból szintemelő vizsgát szeretne tenni, akkor a rendszer biztosítja számára, hogy 13. év a szakmai tárgyak tanulása mellett közismereti órákra is bejárhasson. És akkor 13. évfolyam végén teszi le az idegen nyelv érettségit, és akkor tesz egy szakmai vizsgát, egy technikusi vizsgát. És amennyiben minden sikeres, akkor a 13. év végén kapja kézbe az érettségi bizonyítványát, amelyben ezt a, a szakmai tárgyakból letett vizsgát betudják ötödik érettségi tárgynak, és e, e, ezen felül a szakmai tárgyakból letett vizsgáért megkapja a technikusi oklevelét. Tehát gyakorlatilag két legyet üt egy csapásra 13. évfolyam végén, mert kézbe kapja az érettségijét és a technikusi ö, oklevelét a, a diák. Tehát ez egy sokkal jobban strukturált, átláthatóbb, és a diákok számára is ö, könnyebben teljesíthető követelményeket támaszt ez az új rendszer.